Idén is megrendezésre kerül a Kesi nyári kézilabdatábor. 7 és 14 éves lányoknak és fiúknak rendezik meg, amelyre a helyek már szinte be is teltek. Most hétvégén pedig Kecskeméten tartották meg az U17-es országos röplabda döntőjét, amelyen a kecskeméti csapat bronzérmet nyert. Többek között ezzel kapcsolatban beszélgetünk most Fritz Ágnessel, a Kecskeméti Sportiskola szakmai igazgatójával. Jó estét kívánok, üdvözöllek! Jó estét, köszönöm a kívást! Kezdjük először a nyári kézilabdatáborral. Mit lehet erről tudni? Igen, a sportiskola életében ugye három szakosztályban szoktunk nyári táborokat indítani. Ebből van két vizes és ugye a kézilabda táborunk, ami már említésre került. Ezek június végén szoktak elindulni a kézilabda táboraink, őket szokta váltani a vízilabda táboraink, és egy 8 héten keresztül mennek az úszó táboraink, ami mondhatni, hogy a sportiskola életében a legnépszerűbb tábor lehetőség, hiszen azonnal gyakorlatilag azon a napon be szoktak tenni a jelentkezése. Erre nagyon is büszkék vagyunk, büszke vagyok arra, hogy ilyen szakemberek dolgoznak a sportiskola úszó szakosztályában, aminek folyamatosan megy a híre. Egy nyár alatt, ezen 8 hét alatt 350 kisgyermek fordul meg ezekben a táborokban, és emellett ők is még a versenyzők részére is táboroztatnak folyamatosan 6 héten keresztül. Azért megkérdezem, akkor jelentkezni már esélytelen? Az úszótáborra már igen beteltek a helyek, a kézilabdatáborra már lehet jelentkezni, a Kecskeméti Sportiskola online felületein meg tudják találni, akik szeretnének jelentkezni, és a vízilabdatáborunknak a jelentkezés is hamarosan ugyanezeken a felületeken meg fog nyílni. Milyen programokkal készültök ezeken a táborokon? Igen, ezeken a táborokon ugye mi sporttábor, azért a fő motivum a sportolási lehetőség. Itt azért napi kétszer sportolás, sportfoglalkozás van, de emellett van egy kis közösségépítés, megismerkednek a sportággal, amit szeretnének űzni. Van egy kis kreatív, kézügyességi feladat, hogyha úgy hozza az időjárás, akkor még valamikor tudnak strandolni is a kézilabda táborosok. Úgyhogy egy ilyen színes palettát próbálunk azért a gyerekek részére biztosítani. Szempont, hogy sporttal, tehát hogy sportolós fiatalok menjenek az ilyen táborokba, vagy bárki jelentkezhet? Ezekben a táborokban bárki jelentkezhet, ez a mindenki részére megvan nyitva, nem csak a sportolók részére, mindenkit szeretettel várunk, ez nekünk egy toborzási lehetőség is. Célunk az, hogy minél többen, minél több kecskeméti kisgyermek, kisportoló nyáron minél többet mozogjon, és hogyha tudja, akkor a Kecskeméti Sportiskola a keretein belül végezze ezt. Térjünk egy kicsit rá az U17-es országos röplabda döntőre, ahol a kecskemétiek bronzérmesek lettek. Ezúton is gratulálok. Mi ilyen eredményre számítottatok, vagy nagyon meglepődtetek? Nem lepődtünk meg, igen, hogyha a kecskeméti röplabda utánpótlásról beszélünk, akkor sokan úgy gondolják, hogy ez egy nagy meglepetés eredmény. Azért tudni kell, hogy van egy nagyon jó generációnk, közel 10 korosztályos válogatottal, akik 3 korosztályt versenyeznek végig a szezon folyamán, még ezekre a gyerekekre 2 országos döntő vár az elkövetkező hetekben. Tehát amikor az évelején a szakemberek összerakták a programot, akkor várható volt, hogy mindenhol nem fognak tudni győzni. A legjobb 4 bejutás úgy gondolom, hogy elvárható volt, és utána a sport az ilyen, tehát hogy bármit hozhat. A Dunaújváros, én úgy gondolom, hogy nagyon szépen lehozta ezt a 3 napot, úgyhogy megérdemelten nyerték, és úgy gondolom, hogy a Kecskeméti Sportiskola serdülő csapatára is nagyon büszkék lehetünk, hiszen azért az ország 3. legjobb csapata vagyunk, és ezek a fiatalok előtt van még a lehetőség és a jövő. Kicsit mesélj az idei évről, versenyek, díjak. Az idei évünk, hát a sportiskolának ugye ez a szépsége és a sokszínűsége, hogy vannak sportágak, amelyek már befejezték a szezont, ilyen például a jégkorong szakosztályunk, ahol ugyanúgy az U16-osok a legnagyobb korosztályunk bajnoki címet ünnepelhetett, még folyamatosan ugye mennek a többi csapasportágakba májussal a döntők, még lesznek ugye a röplabda döntők, a kézilabdásainknak is még szurkolhatunk, és hát az egyéni sportágak viszont most kezdik meg igazán a versenyszezont, már a hétvégén rendezünk is egy serdülő területi kesi kupát az atlétika centrumban, és folyamatosan jönnek a versenyek, az ökölvívóink is a héten utaznak egy utánpótlás magyar kupára, úgyhogy bőven még lesznek kesis érdekeltségek, akiknek lehet szurkolni, és hát nyáron elindulnak majd az utánpótlás összetartások is, ahova azért szép számmal meghívást kaptak a sportolóink. Hát én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden jót és sok sikert kívánok a továbbiakban is. Nagyon szépen köszönöm.
Thank you.